illetékes helyen a távirati irodát felhatalmazták az alábbiak közlésére. Orbán Viktor találkozott kért a magyar sportági vezetőktől, hogy tájékozódjon a különböző területek, szakágak helyzetéről és lehetőségeiről. A találkozón Schmidt Pál, a MOB elnöke, bevezetőjével összképet nyújtott hazánk létesítményét, egészségügyi és sporttudományi állapotáról. Orbán Viktor egyértelműen sikeresnek nevezte a konzultációt. Az a baj, a rövök el vagy a mélységek. Nem. Én szerelmes vagyok egyébként is, de hogy a Jani, ahogy utánoz, és hogy tudják, hogy kiről van szó, a Bőzsöny Ferenc nevű kiváló rádió. Ha most rádrakhatnék egy csipkét, meg egy nippet, olyan lenne, mint nagyanyámnál 72-ben. És ilyet hallgattuk 100 évig, úgyhogy... Orbán Viktor. Nem, középen. Egyértelműen sikeresnek nevezte a konzultációt, mivel nem csak tapasztalatokkal gazdagodott, de konkrét elképzeléseket is hallott a jövőképeket illetően. A Fidesz miniszterelnök jelöltje kijelentette, hogy a következő kormány elsődleges feladata lesz, hogy a sportágak által kért plusz 1 milliárd forintot haladéktalanul eljuttassa a NOB-nak. A továbbiakban kifejtette, ha az olimpiai éremtáblázaton ezután is az első 10 között akarunk lenni, személyesen ő ebben érdekelt, mondta, akkor a versenysportra a költségvetés 1%-át kell fordítani. Időjárás jelentés. De semmi harang? Déli harang, szó, igen. Ne, hát. Mellettem ül Péter Brandi Piroska. De ez egy olyan jó